Tisztelt vendégeink, kedves egybegyűjtők! Ma egy Berlinben élő, kiváló munkatársunk, alkotásaiból álló kiállítás megnyitóján vagyunk. A mai kiállítás lényegét én azzal hoznám, önvonnám párhuzamba, amikor 150-170 évvel ezelőtt nemzetek, vagy illetve nemzet államok olyan azon kezdtek gondolkodni, kik vagyunk, hova tartozunk, meg milyen úton, merre haladunk tovább. És válaszok erre tehát elmaradott a csúk Hercegovica. Mi, és ilyen időben élünk most. Az eszemben a most kiállító mongol képzőművész munkássága erre határozottak válaszunk. A alkotói tevékenységet Dante munkájához hasonlítanám, az isteni szintnek játékhoz. És látja ezt a nagy művet, a világklasszikussá vált eposzt az 1300-as években írta, amikor beveg irodalmi nyelv a latin volt. Ám Dante saját olasz nyelven írta, annak a Firenzei gyerekkorában írta meg a művét. Számára az volt a fontos, hogy mindenkihez szóljon, és mindenki megértse. Szóval saját népemet írta. Attól is a hagyományos mongol festészet két technikával dolgozik, mint a Dante a saját anyanyelven, ő is nagyon jól megtanulta magad ezáltal, kicsoda ő és hova tartozik. Ilyen szempontból a nemzeti identitása teljes mértékben kifejezi, nem a divatos fősodor alapján halad, hanem jellegzetes, sajátságos mongol képzőművészetet tudott létrehozni. És örülök, hogy létrejött ez a szép kiállítás, és találkozhatnak ezekkel a szép képekkel, a jelenlegi nehéz járványtól nehezített terekkel is. És akkor átadtam azt, hogy mongolja Budapesti nagykeretnek, Batavi úrnak, és köszöntse röviden a jelenlegeket. Нэг том үзэсгэлэн хийцэн байсан. Тэрэн дээр бол Монгол
szedte az úton a Romkicsitén, ott a Kutinik Kisztán, Nyilnácsán, ott ott a Mongol Gyertén, hát ezt a Bajnicsin, a Bekóin, mert egyébként egy Amrotin, hogy így hívott kérdezve, hogy a Szenhámszott egy múlt, a Torba Hagai. Pedig még egy múlt, egy kicsitén, én a idővel ott a Kinkicsúlyra, a Csiszen Gagin, ott szántunk erre, azt mondom, hogy egy egyszer, azt mondom, hogy csak egy múlt, úgy járt, hogy nekünk. Na, egy kis